Sziasztok, Ádám vagyok, a tekettő.hu-t nézitek, és egy HP üzleti notebookot kaptam ezúttal a notebook specialistától, méghozzá a ProBook 450G2, ez a második generációs kiadás a ProBook 450-ből, amely egy egész kellemes notebook, üzleti felhasználásra elsősorban, mondhatni ez a HP kisvállalkozók számára készült termékcsaládja. A 15,6 hüvelykes modellről beszélhetünk, amely fém felületet kapott a csuklótámaszon. Van új lenyomatolvasónk, illetve matt kijelzőnk. Ezen kívül kapunk például táskát hozzá, és elég sok garanciát. Nézzük meg, hogy mit tud ez a notebook. Kívülről a ProBook 450 rendkívül letisztult dizájnnal rendelkezik, ami mellesleg a Pavilion 15-ös sorozat dizájnja. Ha megnézzük a fedlapot, az fekete, matt színű, fém borításunk van a fedlapon is, ami egy soft touch borítást kapott még a kellemesebb tapintás érdekében. Ezek az új lenyomatokat egy nagyon picit gyűjti egyébként, tehát ha kicsit zsírosabb újveggyel érünk hozzá, akkor ez meg fog látszani, de egyébként egészen ellenálló. Fekete színű HP logó került már rá, illetve itt látható a két fém zsanér, ami a készülék kijelzőjét rögzíti az alsó részhez. Ha megfordítom a gépet, akkor 15,6 hüvelykes kijelzőpanelt láthatunk, ami matt felülettel rendelkezik, nincs benne érintőpanel. A keret átlagos vastagság oldalt egészen kellemes, keskeny is összességében. Felülre került a webkamera, ami HD felbontású, illetve sztereó mikrofonnal rendelkezik a jobb minőségű hanghívás érdekében. A ProBook 450 alsó része fémborítású. A billentyűzet alapja fekete, illetve maguk a gombok is. A fémborítás az szálcsiszolt hatású. Egy balra eltolt touchpadet kapunk, ami kettő darab különálló egérgombbal rendelkezik. A billentyűzet átlagos méretű, egyedülután a kurzormozgató gombok, amelyek egészen kis méretűek, nem túl szerencsés kialakításúak. A numlock, illetve a caps lock is rendelkezik egy pici leddel, amely világít, hogyha aktiválva van az adott funkció. Itt láthatjuk, hogy van még egy új lenyomatolvasónk, amelyhez végig kell húzni az újbegyünket, hogy beolvassa az új lenyomatunkat. Bal felső sarokba került a bekapcsoló gombunk, itt van egy dedikált wifi kikapcsoló gomb, illetve némító gomb. Középen pedig kettő darab hangszóró helyezkedik el, itt rögtön a billentyűzet felett. Ha lecsukom a fedlapot, a gép elején találunk egy visszajelzőledet, illetve egy SD kártyaolvasót. Oldalt látható a csatlakozó. Van egy töltő csatlakozónk, amihez jár egy visszajelzőled, van egy hűtés kivezetésünk, van egy VGA csatlakozónk, egy besüllyedő RJ45-ös hálózati csatlakozónk, teljes méretű HDMI-nk, illetve kettő darab USB 3.0 port. A gép jobb oldalán van egy kombinált audio csatlakozónk, ide kettő darab USB 2.0 kerül, van egy optikai meghajtónk és Kensington lockunk. A készülék egyébként legvastagabb pontján 2,55 cm. Hátul nincs semmi, illetve semmilyen csatlakozó, úgymond. Ha megnézzük a gép alját, látható, hogy az akkumulátor az kiemelhető, tehát azt ki lehet venni, illetve nem emelkedik ki a készülékházból behelyezett állapotba. Alul van egy ajtó, amit egy csavar eltüntetésével ki tudunk nyitni. Itt lehet memóriát vagy merevlemezt esetleg behelyezni a készülékbe, és így lehet azt bővíteni. Kívülről a ProBook 450 rendkívül konszolidált, kellemes notebook, és megnézzük használat közben is. Tesztmodellünk középkategóriába illeszthető hardware-t kapott. A kijelző, amit látunk, az matt felületű, 1366x768 pixeles, ami nem túl nagy, igazából ebben az árkategóriában nem igazán érhető el nagyobb felbontás, sajnos.
Illetve nem IPS panelünk van, hanem sima TN, amit ha lehajtok, ez felülről látszik, hogy már nem olyan szépek a betekintési szögek. Eltorzulnak a színek a kijelzőn, amiatt, ahogy mondtam is, hogy TN kijelzővel rendelkezik a készülék. A hardware-t, hogyha megnézzük, itt látható a rendszer beállításoknál egy Intel Core i3-4030U processzor van benne. Ha ezt egy kicsit jobban megnézzük az Intel weboldalán, akkor láthatjuk, hogy ez egy tavaly 2014-ben megjelent processzor. 22 nanométeres gyártás technológiával, ez már a Haswell, tehát a Haswell családba tartozik, annak is a második kiadása igazából. Két magos azonban támogatja a hyperthreadinget, így 4 szálon képes feldolgozni a folyamatokat, ez mindenképpen hasznos, max órajele 1,9 GHz, így 15 wattot fogyaszt átlagba, illetve rendelkezik egy Intel HD Graphics 4400-as grafikus kártyával 200 MHz-es alapórajellel, illetve dinamikus frekvencia maximálisan 1 GHz-ig emelkedhet. Ezt használja a készülékünk is ahhoz, hogy működjön a ProBook. Memóriából 4 GB került a készülékbe, ami nem kiemelkedő, de igazából bőven elegendő manapság egy átlag felhasználónak. Ha belemegyek a feladatkezőmből a teljesítménybe, akkor láthatjuk, hogy a Windows 10-nél 1,7 GB van felhasználva pillanatnyilag, kevesebb, mint a fele az összes háttértárnak, illetve bocsánat, összes rendszermemóriának, ami teljesen jó, így még van elég hely ahhoz, hogy mondjuk böngészőben több ablakot megnyissunk, vagy néhány programot még futtassunk igény esetén. Emiatt nincs probléma azzal, hogy csak 4 GB van, illetve természetesen a notebook bővíthető tovább. Egy 500 GB-os merev lemezzel rendelkezik a ProBook 450G2, ami szintén cserélhető igény esetén egyébként, de szerintem nem feltétlenül van szükség. Szerintem látható a Crystal Dismark mérései alapján, hogy egy egészen gyors merev lemezről beszélünk, ahol a szekvenciális olvasásnál, illetve írásnál meglepően jól teljesített, viszont mondjuk a kis 4 kilobájtos fájloknál nem annyira jól, ott elég gyengén. Ennek ugye oka, hogy a merev lemez működéséből adódóan a kisebb fájloknál nem tud olyan gyors lenni, mint a nagyobbaknál. Így szekvenciális olvasásnál, írásnál teljesen gyors. Egy merev lemezhez képest viszont a kis fájlok mozgatása mind írás, mind másolás olvasás szempontjából egyáltalán nem nevezhető gyorsnak. Emiatt mondjuk merev lemez szinten, ha programokat kell indítani, akkor az nem lesz a leggyorsabb, illetve olyan programokat, ami sok kis fájlt használ. Nyilván itt egy SSD lenne a leggyorsabb, a legjobb, de hát ebben az árkategóriában nem igazán fér bele a HP-nál egy ilyen lehetőség. A készülék egyébként 802.11 BGN támogatású Wi-Fi-vel rendelkezik, ami egészen használható képességekkel van felszerelve, tehát az antennája teljesen jó, illetve a sebesség is nagyon jó. Ha ránézünk speedtest segítségével, akkor mindjárt látjuk azt, hogy milyen tempót tud összehozni. El is indult a speedtestnél a mérés, nyilván a ping sebessége kicsit
borongós időnk van pillanatnyilag, ami egyébként azt jelenti, hogy kicsit lassabb lehet, mondjuk ez a 37 millisekundumos ping egészen kellemes. A Telenor Hypernet van megosztva a telefonban, itt a letöltési sebesség pillanatnyilag 46 megabit per szekundum, ami mindenképpen jó. ...45,49% lett a végeredmény, még a feltöltési sebesség is szépen kúszik fel, ahogy látom olyan 19,38 megabit per szekundumnál tetőzött, tehát teljesen jó, igazából ez egy átlagos internet kapcsolat, amely családi otthonban elérhető, vagy egy irodába, ezt teljes egészében ki tudja használni a HP. A készülék nem rendelkezik külön modem, 4G modemmel, tehát mobil netre nem képes beépítve, így csak a Wi-Fi-re tudunk támaszkodni. A általunk tesztelt konfiguráció csak FreeBSD operációs rendszert kapott, azaz nincs Windows gyárilag, viszont nyilván, hogyha rendelkezünk ilyen jogtiszta licenszel, akkor ezt fel lehet telepíteni. Ilyen esetben a legfrissebb verziót választottuk, a Windows 10-et, abból is a Home verziót, mert nyilván a üzleti gépről nagyon sokan valószínűleg Pro kiadást fognak telepíteni, ez nagyjából jól fog működni, mint a sima Home. A készülék tökéletesen működik igazából, Windows 10-zel itt elérhető az új visszakerülő Start menünk, ahol elérhető minden alkalmazás. Jobb alsó sarokban megtaláljuk a műveletközpontot, és így használhatjuk szinte teljes körűen. Van a HP-től egy Support Assistant készülékmenedzselő programunk, amelyet jó telepíteni. Ezt ha elindul, akkor láthatjuk is, hogy miért. Ez igazából a notebookkal kapcsolatos információkat jeleníti meg. Itt van a készülékünk, egy helyen érhetjük el a frissítéseket. Különböző üzeneteket, internet és biztonság alatt láthatjuk például azt, hogy van-e tűzfal, kéretlen programok elleni védelem be van-e kapcsolva, láthatjuk a különböző hardware eszközeinket, illetve hogy milyen böngészők vannak például feltelepítve. Kapunk diagnosztikai eszközöket, itt lehetőség van akár a akkumulátor ellenőrzésére is. Ezen kívül, ez elvileg közben elindul, tehát itt látszik, hogy folyamatban van a HP Battery Check használatával az akkumulátor tesztelése, ez eltart egy kis ideig. A műszaki jellemzőknél át tekinthetjük a teljes konfigurációt, akár hogyha szeretnénk. Van adattárolásnál, hát egyrészt láthatjuk, hogy van DVD-RV meghajtunk, illetve egy szigét merevlemezünk, elérhetjük a jótállási feltételeket, illetve a különböző kiegészítőket, amik esetleg csatlakoztatva vannak. Az akkumulátor teszt az végigment jelzi is, hogy rendben van a készülék akkumulátora, 43%-os töltöttséggel rendelkezik. A speciális információkra, ha belemegyünk, akkor láthatunk különböző információkat, akár az akkumulátor élettartamát, gyártási számot rögtön, a hőmérsékletet, teljes kapacitását, áramerősséget, illetve mindenféle, ugye négy cellának a különböző feszültségét, úgyhogy egy teljes körű információt tud nekünk adni. És tényleg a legfrissebb, vagy legfontosabb igazából ez a driver frissítő rész, hiszen ez üzeneteket is tud küldeni, és ezáltal naprakészen tarthatjuk a készüléket. Üzleti gép lévén a ProBook 450 G2 tartalmaz új lenyomatolvasót, amelyet be is lehet állítani, ehhez az új lenyomatolvasó szót be kell gépelnem. Itt a Start menübe, és akkor az új lenyomatos bejelentkezés beállítása opciót választom ki.
Itt ahhoz, hogy használni tudjam, szükség van egy PIN kódot vagy jelszót használni, úgyhogy be is írok egy jelszót. Ezt hozzáadjuk, és akkor fogok tudni elvileg, megadjuk a mikor használja. Hozzá kell adnunk még egy PIN kódot is. Illetve hát, ahogy látom, elsőnek fiókot kellene visszaigazolni, legalábbis. Aha, bocsánat, látom is, hogy mit kér pontosan. Igen, most tudok hozzáadni egy PIN kódot. És miután a PIN kódot is hozzáadtam, most tudom a Windows Hello-ba beállítani az arc felismerés, vagy az ülenyomat olvasót. Mivel egy sima HD kameránk van, nincs InterVSense kameránk, emiatt célszerű az ülenyomat olvasót használni, ha már ezt megtalálható a gépbe. Meg kell adnom a PIN kódot, és ezt követően tudom beszkennelni az ülenyomatomat. Próbálom úgy mutatni, hogy látszódjon mind a kettő rész. Itt van az új lenyomatolvasó, egyszerűen végig húzom rajta, amit érzékel is rögtön a gép. Négyszer végig húztam és regisztrálta is. Regisztrálok még egy újat a biztonság kedvéért. Hogyha nem megfelelően húzom végig, akkor írja rögtön a Windows, hogy hol kellene nekem végighúzni az ujjamat, és meg is van mind a két új regisztrálása. Ezt követően, hogyha a főkapcsolónál mondjuk alvó állapotba teszem a készüléket, akkor kikapcsol egy pillanat alatt. Ezt követően felébresztem. Hát most ment alvó állapotba, most felébresztem, és egy PIN kódot vagy az ujjlenyomatot megadom, csak végighúzom az ujjlenyomat, és rögtön be is jelentkezett rendkívül gyorsan, tehát összességében meglehetősen jól működik a ProBook 450 ujjlenyomat olvasója, emiatt gond nélkül lehet használni azt szerintem bátran. Nézzük meg a beépített kamerát. Maga az alkalmazás, hogy a Windows 10-ben sem egy kiemelkedő darab, de megnézzük, hogy hogyan működik maga a kamera, ami egy HD felbontású kamera. Itt látszik, hogy a képminőség nem olyan kiemelkedő, elég elmosódott a kép sok helyen, tehát éppen felismerhető vagyok, jól látszik mindenem, de ha jobban megnézzük a részleteket, azért az már kicsit elmosódott, ami annak köszönhető, hogy nagyjából azért a gyártók ma még nem veszik komolyan ezt a területet a készüléken, tehát hiába van egyre nagyobb népszerűség a Skype-nak, nem kapnak sokkal jobb kamerát a notebookok. Ezáltal ez a HD webkamera is nagyjából csak arra jó, hogy lásson minket a másik fél, de igazi jó minőséget nem tud produkálni a kamera. Viszont a kijelző felett a kamera két oldalán, vagy kamera oldalain kettő darab mikrofon van, ez egészen jó zajszűrést is tud kínálni, ami viszont mindenképpen kiemelkedő és jól használható. Google Chrome-ban nézzük meg, hogy hogyan tudunk böngészni, illetve mire elég ez a HD kijelző. Itt a neten keresztül rendkívül gyorsan betölti az operációs rendszer, illetve a böngésző a weboldalt. Éppen már a legfrissebb HP termékek híreit rögtön lehet is olvasni. Ez a méret
ezen a felbontáson is látszik, hogy a kép például egészen nagy méretben jelenik meg, egy kisebb kijelző nem foglalna el, illetve a nagyobb felbontású kijelző nem foglalna el ekkora helyet ez a kép, de nyilván itt a felbontás miatt ez így néz ki. Egyébként teljesen szép a kép megjelenítése, tehát a színek rendben vannak. Itt látszik, hogy nagyon gyorsan lehet képeket is váltogatni, tehát nagyjából böngészésre tökéletes még ezért ez a HD kijelző. Ez nem okoz gondot, hogy a felbontás nem olyan nagy, illetve nem olyan erőteljes a készülék pixel sűrűsége. Itt látszik a Spectre X360 esetében is, hogy teljesen szép a kép megjelenítése a notebookunknak. Hogyha megnézzük mondjuk a notebook specialista honlapját, akkor láthatjuk itt is, hogy gyorsan betölt, illetve teljesen szépen jól lehet böngészni, nincs igazából semmilyen probléma. És itt is, ha beírom mondjuk, hogy ProBook 450G2, akkor valószínűleg megtaláljuk még azt a készüléket is, amelyet éppen tesztelek, ami itt is van. Ugye látszik, és egy ajándék táskát ad hozzá a notebook specialista, egy gyári HP táskát, illetve 5 év garancia jár rá, gyári garancia, ami azért egy kiemelkedő dolog manapság, ennyi garanciával ellátni, plusz ajándék pixel hiba garancia is jár, ami megint csak egy egészen jó dolog, hiszen nem kell félni, hogy esetleg pixel hibás lenne a készülék. Ha véletlenül így adódik, akkor cserélik nyilván a terméket. Nézzük meg a YouTube-ot, illetve a videós és audiós képességeket rajta. Itt, hogyha keresek valamilyen videót, mondjuk ezt, amit gyakran nézünk tesztekben, meghallgatjuk, hogy hogyan is szól. A két hangszórónk, ami itt a kijelző alatt helyezkedik el a billentyűzet felett, kellően hangos, viszont a magas hangok itt is egy kicsit jobban előtérben vannak, ami miatt zenehallgatása nem a legjobb, lehet hallgatni, csak kicsit olyan rádió hangzása van igazából, nem szól annyira szépen, mint amit egy multimédiás notebooknál esetleg kapunk. Bármivel egy üzleti notebookról beszélünk, talán ennek nincs olyan nagy jelentősége szerencsére. Nézzük meg mondjuk egy trailer esetében, hogyan is néz ki a videó lejátszás. Itt már ki tudjuk választani a Full HD-t is. You have that power too.
Amint látszik, igazából videózni is teljesen szépen lehet vele. Nézzünk még mondjuk egy 4K-s videót, hogy azzal hogyan boldogul. Itt van például egy Panasonic Lumix videó. Ugye Full HD-ból felváltunk 4K-ra. Most megnézzük, hogy itt mit. Itt látszik, hogy itt már megakad kicsit. Úgy, hogy igazából itt a betöltősávon látszik, hogy be van töltve előre, tehát nem kell, net az rendesen betölti, viszont mégis akadozik. Ez köszönhető annak, hogy ezért ez a i3-os processzor nem elég ahhoz, hogy tökéletes élményben, a tökéletes minőségben lejátszon netről a streamingelve videót 4K-ban. Persze, valószínűleg vannak azért olyan tömörítése 4K fájlok, illetve videófilmek, amikkel gond nélkül elboldogul ez a konfiguráció is, de elsősorban inkább Full HD mellé optimális ez a készülék, főleg úgy, hogy a kijelzője az jóval, a Story Lab, illetve HDMI-n keresztül is csak Full HD jelet tudunk kiküldeni. Ha még megnézzük a készülék billentyűzetét, ugye itt egy másfél milliméteres billentyűzet úttal rendelkező gombokat kapunk, ezek egészen kellemes minőségűek, jól lehet gépelni a készüléken, ahogy mondtam is van külön numerikus padunk is, ami főleg egy üzleti gépnél jó, hiszen egy Excel táblánál mondjuk a számokat kell bevinni, akkor itt a jobb oldalt egyszerűen gyorsan be tudjuk vinni. A bevitel egészen kényelmes, jól kézre áll, illetve egy picit el van tolva a touchpad is, amiatt nincs probléma azzal, hogy hozzáérnék a touchpadhez gépelés közben. A Windows 10 gesztusok azok nagyon jól működnek, ami igazából azt jelenti, hogy lehet két ujjal gond nélkül nagyítani, hogyha belelépek egy olyan weboldalba, itt látszik is, hogy már kicsit késleltetve, de itt a Chrome is reagál a nagyításra. Nyilván a Chrome-ban nem ez a legjobb opció erre. Illetve más gesztusok is elérhetőek, amit a Windows 10 támogat. Önmagában tehát a ProBook 450 G2 Windows 10 alatt is teljesen jól működik. Az üzemideje is egészen kellemes, egy 4-5 órát képes kihúzni. Nyilván az annak függvénye, hogy milyen felhasználást választunk, hiszen mondjuk azért egy komolyabb Photoshop vagy más videórendelésnél azért jelentősen rövidebb az üzemidő, de mondjuk netezéssel eléggé sokáig kibírja, vagy filmezéssel, wifi nélkül is. Egy meglehetősen kellemes notebookkal sikerült találkoznunk a ProBook 450 képében, amely nem csak azért nagyszerű, mert egészen jó összeszereléssel, illetve anyag minőséggel rendelkezik, hanem azért, mert 5 év garanciát kapunk rá, ez gyári garancia, ami manapság igen szokatlan, főleg a notebookoknál. Szóval a legtöbb gyártó 2-3 évet ad, ezzel szemben azért az 5 év az tényleg eléggé hosszú idő, és emiatt mondhatni nagyszerű készüléket, nagyszerű választás lehet a ProBook 450, nem csak üzleti felhasználóknak, hanem akár azoknak, akik egy átlagos otthoni felhasználásra keresnek notebookot, hiszen ezzel hosszú távon is bebiztosíthatják magukat a jótállás tekintetében. Azért ugye, ahogy mondtam, az 5 év az rendkívül hosszú idő. Ezen kívül egyébként árához képest nagyon korrekt a készülék, mind felszereltségében, mind kialakításban. A hardware nem a legerősebb, ugye ez viszont konfigurálható, ez a többféle hardware kiépítésben is elérhető. Tesztmodellünk egy belépő szintű, mondjuk inkább úgy középkategóriás, és azzal egy i3 a középkategória aljában elfér. Tehát nem annyira rossz készülék, átlagos felhasználásra tökéletes, de elérhető akár erősebb felszereltséggel is.
Ez volt tehát a notebookspecialista.hu által biztosított HP ProBook 450 G2 notebook tesztünk. Kövessétek továbbra is a tekettő.hu oldalt. Sziasztok!